A Torontálvásárhelyi Anyakönyvi Hivatalban Berkán Julianna anyakönyvvezető válaszolt kérdéseinkre. Kezdeném először is az újszületteket. A Torontálvásárhelyen 28 újszülött lett, tehát évről évre már így forog körülbelül a szám. 28, 30, 32, és itt nem változik. A 28 újszülöttből ebbe bele vannak számítva azok is, akik külföldön születtek, mivel be vannak jegyezve a mi anyakönyvünkbe. Ezekből 11 a lány és 17 a fiú, amit kiválasztottam. Vannak hagyományos nevek, kettőből, tehát a Damian és Ferenc. Ezt mondanám két hagyományos névnek. Egyre többen vannak azok, akik a hivatalbeli házasságkötőteremtől hangulatosabb helyszínen kívánják egymásnak kimondani a boldogító igent. A születés után áttérnék az esketésre. 27-ek kötöttek házasságot, 27 pár kötöttek házasságot, ebből ketten volt kérelem, hogy kimenjünk és kint eskessük, tehát kint a szálláson. Az idei évre vannak már fiatal párok, akik bejelentkeztek, lefoglaltak időt a házasságkötésre? Igen, van egy, de az augusztus végére van, aki kérik a hagyományos esküvőt, és hagyományos lakodalom lesz. Tehát ezt bírom mondani, ők már tavaly érdeklődtek, hogy mennyi időn belül kell, hogy bejelentkezzenek, és mondtam, evidentáltam, tehát, de van időjük, ők ma jönnek bejelenteni. Mi is külföldről hazajönnek, ők ma jönnek bejelentkezni. Ami az elhalálozások számát illeti? De ezt hagyjuk mindig utoljára sajnos, mert az elhalálozási adatok szerint van 50 halott, aki itt Torontálvásárhelyen halt meg, meg 27 a kórházban. Tehát 77 halott van, ez háromszor több, mint a születés. És egy olyan információhoz jutottunk, hogy idén a Pancsai Kórházban az első szülött baba, tehát anyukája Torontálvásárhelyi. Igen, Torontálvásárhelyi lakosok most jöttek nem olyan régen ide. Hát, ha az idén egy kicsit több újszülött lesz, mint a tavalyi évben. Ebbe reménykedünk. Ja, már van még született baba? Többről nincs információ, nem jelentkeztek be, úgyhogy többről nincs információ. A Torontálvásárhelyi anyakönyvvezetőt megkérdeztük, hogy eddig hány párt esketett. Nem számoltam össze, de több ezer. Az ezertől több. Igen, több ezren. Azért, mert mikor elkezdtem, a 80-as évekbe kezdtem el a munkát, akkor 50-55 esküvő volt évente, tehát meg volt az esküvőknek a szezonja a lakodalmaknak májustól, és akkor úgy szeptemberig körülbelül addig voltak, és volt szombat, hogy három esküvő is volt. És az nagyon szép volt. Mondhatjuk, hogy ez a hivatás legszebb része, az esketés. Hát úgy mondaná mindenki biztos, hogy ez a legszebb része. Persze, hogy legszebb része, mikor örülsz a valakivel, hogy az a legszebb pillanata, meg a boldogság, meg a szeretet, akinek mindenkinek szükséges, és ez volna a legszebb része. De azonban a felekkel való munka is az egyik a legnehezebb, de a legszebb munka, mert ezt szeretni kell. Berkán Julianna több mint 3 évtizeddel ezelőtt kezdett el dolgozni a Torontálvásárhelyi Anyakönyvvezetési Hivatalban. Most is azt vallja, hogyha valaki a köztisztviselői pályát hivatásának tekinti, megtalálja annak szépségét. Az anyakönyvvezető ajtaja mindig nyitva áll a munkaidő alatt, reggel 8 órától 16 óráig.